Leon Vertnek. Kérem a gyerekeket, ne haragudjanak, amiért ezt a könyvet egy felnőttnek ajánlom. Komoly mentségem van rá. Ez a felnőtt szélese világon a legjobb barátom, de van egy másik mentségem is. Ez a felnőtt mindent meg tud érteni, még a gyerekeknek szóló könyveket is. Harmadik mentségem pedig a következő. Ez a felnőtt Franciaországban él, s ott éhezik és fázik. Nagy szüksége van vigasztalásra. Ha pedig ez a sok mentség nem elegendő, akkor annak a gyereknek ajánlom könyvemet, aki valaha ez a felnőtt volt, mert előbb minden felnőtt gyerek volt, de csak kevesen emlékeznek rá. Ajánlásomat tehát kijavítom ilyes formám Leon Vertnek, amikor még kisfiú volt. 6 éves koromban egy könyvben, mely az őserdőről szólt, és igaz történetek volt a címe, láttam egy nagyszerű képet. Óriás kígyót ábrázolt, amint egy vadállatot nyel el. A könyvben ez állt. Az óriás kígyó egészben rágás nélkül nyeli le zsákmányát, utána moccanni sem bír, és az emésztés 6 hónapját végig alussza. Akkoriban sokat tűnődtem a dzsungelek kalandjain, és egy színes ceruzával nekem is sikerült megrajzolnom első rajzomat. Remek művemet megmutattam a felnőtteknek, és megkérdeztem őket, nem félnek-e tőle. Miért kell félni egy kalaptól, válaszolták, mert a rajz arra hasonlított. Az én rajzom azonban nem kalapot ábrázolt, óriás kígyót ábrázolta, mint épp egy elefántot emészt. Erre lerajzoltam az óriás kígyót belülről is, hogy a felnőttek megértsék, miről van szó, mert nekik mindent mindig meg kell magyarázni. Most aztán a felnőttek azt ajánlották, ne rajzoljak többé óriás kígyót se nyitva, se csukva, hanem inkább foglalkozzam földrajzzal, történelemmel, számtannal és nyelvtannal. Így mondtam le 6 éves koromban nagyszerű festői pályafutásomról. Kedvemet szegte, rajzom kudarca. A nagyok semmit sem értenek meg maguktól, a gyerekek pedig belefáradnak, hogy örökös örökké magyarázgassanak nekik. Más mesterséget kellett választanom tehát, megtanultam repülőgépet vezetni. Nagyjából az egész világot berepültem, és való igaz, hogy közben nagy hasznát vettem a földrajznak. Első pillantásra meg tudtam különböztetni Kínát Arizonától. Ez pedig fölöttébb hasznos dolog, ha éjszaka eltéved az ember. Így aztán életem folyamán nagyon sokszor kerültem kapcsolatba komoly emberekkel. Jócskán akadt dolgom a felnőttekkel, közvetlen közelből láthattam őket, és nem mondhatnám, hogy ettől jobb lett róluk a véleményem. Ha olyannal találkoztam, aki kicsit értelmesebbnek látszott, kipróbáltam rajta a rajzokat, előbb az első rajzot, mert azt mindig magamnál tartottam, meg akartam tudni valóban, megérti-e a dolgokat. De a válasz mindig így hangzott, ez egy kalap. Hát erre aztán nem beszéltem neki se óriás kígyóról, se őserdőkről, se csillagokról. Alkalmazkodtam hozzá. Bridge-ről beszéltem neki, meg golfról, meg politikáról és nyakkendőkről. Az illető felnőtt pedig nagyon örült neki, hogy ilyen okos emberrel került ismerettségbe. Így éltem magányosan, anélkül, hogy igazában bárkivel is szót érthettem volna, míg egyszer, 6 esztendővel ezelőtt, kényszerleszállást nem kellett végeznem a Szaharában. Valami eltörött a motoromban, és mivel se gépészem nem volt,
se utasom magamnak kellett neki látnom, hogy zöldágra vergődjem valahogyan és kijavítsam a súlyos hibát. Élet és halál kérdése volt ez számomra, alig egy hétre való ivóvizem volt. Ott dőltem álomra az első este a homokon, 1000 mérföldnyire minden lakott helytől. Elhagyatottabb voltam, mint tutaján a hajót törött az óceán közepén. Elképzelhető, hát mennyire meglepődtem, amikor hajnalban egy fura kis hang ébresztett föl. Azt mondta, légy szíves, rajzolj nekem egy bárányt. Micsoda? Rajzolj nekem egy bárányt. Fölugrottam, mintha villám csapott volna le mellettem. Megdörgöltem a szememet, aztán jól kimeresztettem, és egy apró emberkét láttam, egy teljességgel rendkívüli kis emberkét, amit komoly figyelemmel szemlél. A kis emberkének aranyszínű haja volt, hosszú, kék palástja, karda kezében, és két kis csillag a vállán. Később egy rajzot is sikerült csinálnom róla, csak hogy az én rajzom kétségkívül sokkal kevésbé volt elragadó, mint amilyen a mintája volt. Igaz, nem az én hibámból, mert ami festői pályafutásomat illeti, attól már 6 esztendős koromban elvették a kedvemet a fölnőttek, így aztán nem is tudtam megtanulni rajzolni, kivéve a csukott meg a nyitott óriás kígyókat. Ámulattól kerek szemmel néztem hát a különös tüneményt. Ne feledjük el, 1000 mérföldre voltam minden lakott vidéktől. Emberkémen pedig semmi jele nem volt annak, mintha eltévedt volna. Vagy halálosan fáradt, halálosan éhes, halálosan szomjas lenne, esetleg halálosan félne. Egyáltalán nem úgy festett, mint egy szerencsétlen gyerek, aki eltévedt a sivatagban 1000 mérföldnyire minden lakott helytől. Mikor végre szavamra leltem, azt kérdeztem tőle, de hát, hogy kerülsz te ide? Erre szeliden, és mintha valami nagyon komoly dolgot kérne, megismételte. Légy szíves, rajzolj nekem egy bárányt. Ha valami nagyon lenyűgözően rejtélyes, az ember nem meri megtenni, hogy ne engedelmeskedjék. Akármilyen képtelenségnek találtam 1000 mérföldre minden lakott helytől és ráadásul halálos veszedelemben, elővettem a zsebemből egy darab papírost, meg a töltőtollamot. Hanem akkor jutott eszembe, hogy én főként földrajzot, történelmet, számtant és nyelvtant tanultam, és egy kicsit kedvetlenül közöltem az emberkémmel, hogy nem tudok rajzolni. Annyi baj legyen, felelte, rajzolj nekem egy bárányt. Mint hogy bárányt soha életemben nem rajzoltam, papírra vetettem neki a két rajz közül, amire egyáltalán képes voltam, az egyiket, a csukott óriás kígyót. De hogy elképedtem, mikor az emberke azt mondta rá, nem, nem, nem elefántot akarok óriás kígyóban. Az óriás kígyó nagyon veszedelmes, az elefánt meg olyan behemót nagy. Nálam odahaza minden apró, nekem bárányka kell. Rajzolj nekem egy bárányt. Hát, erre rajzoltam egyet. Figyelmesen szemügyre vette, aztán nem, mondta. Ez már nagyon beteg. Csinálj egy másikat nekem. Rajzoltam egy másikat. Kisbarátom kedvesen, de elnézem mosolygott. Jó, jó, csak hogy ez nem bárány, hanem kos. Ennek szarva van. Megint újat rajzoltam. Ez se volt jó neki, akár csak az előzők. Nagyon öreg. Nekem olyan bárány kell, amelyik sokáig él. Erre már kifogytam a türelemből, mielőbb neki akartam kezdeni a motorom szétszedésének, ráfirkáltam hát a papírra egy téglalap alakú testet 3 lyukkal. Tessék, mondtam, ez itt a ládája, benne van a bárány, amit akarsz.
Nagy meglepetésemre egyszerűen felragyogott az arca. Ez az. Éppen így akartam. Mit gondolsz, sok fű kell ennek a báránynak? Miért? Mert nálam odahaza minden olyan kicsi. Biztosan elég lesz neki. Egészen kicsi bárány. Rajz fölé hajolt. Nem is olyan kicsi. Nézd csak, elaludt. Így ismerkedtem meg a kis herceggel. Hosszú időbe tellett, míg megértettem, honnét jött. A kis herceg ugyanis engem elhalmozott kérdésekkel, az enyémet azonban, mintha meg se hallotta volna. Lassanként, véletlenül elejtett szavakból tudtam meg, amit megtudtam. Így, mikor először látta meg a repülőmet, azt kérdezte. Hát ez meg mi a szösz? Ez nem szösz, ez repül, repülőgép, az én repülőgépem. Szinte 72-em neki azzal, hogy repülök. Hogyan? Kiáltott föl, az égből pottyantál le? Igen, feleltem szerényen. Hát ez furcsa. És fölkacagott. Gyöngyöző kacagással ez határozottan bosszantott. Megkívánom, hogy komolyan vegyék a szerencsétlenségeimet. Szóval te is az égből jöttél, tette hozzá. Melyik bolygóról való vagy? Mint a hirtelen fény világította volna meg rejtélyes jelenlétét. Eszerint egy másik bolygóról való vagy? Szegeztem neki a kérdést, nem felelt, csak a fejét csóválta lassan, és a repülőmet nézte. Igaz, ezen nem jöhetsz valami messziről, és hosszas töprengésbe merült. Aztán elővette zsebéből a bárányomat, és kincse szemlélésébe mélyedt. Képzelhetni, hogy izgatott ez az elharapott vallomás a másik bolygóról. Próbáltam már többet is megtudni. Honnan jöttél, emberkém? Hol van az az odahaza? Hová akarod magaddal vinni a bárányomat? Tűnődve hallgatott, aztán azt mondta. Az a jó ebben a ládában, amit adtál, hogy éjszakára a háznak is megfelel neki. Persze, persze. Ha jó leszel, kötelet is adok, amivel megkötheted, meg egy karót. Ajánlatom szemlátomást meghökkentette a kis herceget. Megkötni. Milyen ostoba ötlet? De nem kötöd meg, elkószál, elvész. Kis barátom erre megint fölkacagott. Elkószál? Hová? Mit tudom én, az orra után. A kis herceg elkomolyodott. Annyi baj legyen, hiszen nálam odahaza olyan kicsi minden, és mintha egy kis szomorúság bujkált volna hangjában, ahogy hozzátette. Nem valami sokáig mehet az orra után az ember. Így tudtam meg egy másik fontos dolgot, hogy a bolygó, ahonnét jött, alig nagyobb egy háznál. Ezen nem is kellett különösebben csodálkoznom, hiszen tudtam, hogy a nagy bolygókon kívül, amilyen a Föld, a Jupiter, a Mars, a Vénusz, és aminek mind megvan a maga neve, van még száz és száz más bolygó is, és köztük egyik-másik olyan parányi, hogy távcsövön is alig-alig lehet kivenni. Ha egy csillagász felfedezi valamelyiket, név helyett egyszerűen számot ad neki, például elkereszteli a 3251-es kis bolygónak. Minden okom megvan rá, hogy azt higgyem, a bolygó, ahonnét a kis herceg jött, a B612-es kis bolygó. Távcsövön ezt a csillagocskát csak egyetlen egyszer észlelték, 1909-ben egy török csillagász. Fölfedezéséről akkor nagy előadást tartott a Nemzetközi Csillagászati Kongresszuson, öltözéke miatt azonban nem hitt neki senki, mert ilyenek a felnőttek. A B612-es kisbolygó hírnevének nagy szerencséjére azonban
Egy török diktátor utóbb halálbüntetés terhe mellett megparancsolt a népének, hogy öltözködjék európai módra. A csillagász 1920-ban megismételte előadását ezúttal fölöttébb elegáns öltönyben, és ezúttal egyet is értett vele mindenki. Na csak a fölnőttek miatt meséltem el ezeket a részleteket a B612-es kisbolygóról, és a számát is csak miattuk árultam el. A fölnőttek ugyanis szeretik a számokat. Ha egy új barátunkról beszélünk nekik, sose a lényeges dolgok felől kérdezősködnek. Sose azt kérdezik, milyen a hangja, mik a kedves játékai, szokott-e lepkét gyűjteni, ehelyett azt tudakolják. Hány éves, hány testvére van, hány kiló, mennyi jövedelme van a papájának, és csak ezek után vélik úgy, hogy ismerik. Ha azt mondjuk a felnőtteknek, láttam egy szép házat, rózsaszínű téglából épült, ablakában muskátli, tetején galambok. Sehogy se fogják tudni elképzelni ezt a házat. Azt kell mondani nekik, láttam egy 100 000 frankt érő házat, erre aztán fölkiáltanak, ó, milyen szép! Ugyanígy, ha azt mondanánk nekik, íme a bizonyság arról, hogy a kisherceg létezett, elragadó teremtés volt és nevetett, és egy bárányt akart, és ha valaki bárányt akar, akkor ez nyilvánvaló bizonyság rá, hogy létezik, ha ezt mondanánk neki, vállat vonnának és gyereknek tartanák az embert. Ellenben azt mondjuk nekik, a bolygó, honnét jött a B612-es kisbolygó, ez meggyőzi őket, és békén hagynak a kérdéseikkel. Egyszerűen ilyenek, még csak haragudni se kell rájuk miatta. A gyerekeknek nagyon elnézőknek kell lenniük a fölnőttek iránt. De mi, akik megértjük az életet, mi bizony fütyülünk a számokra. Ezt a történetet is legszívesebben úgy kezdtem volna, mint egy tündérmesét ilyen formán. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis herceg, ez a kis herceg egy parányi bolygócskán lakott. Olyan parányin, hogy a bolygója alig volt nagyobb nála. Ezen a bolygón élt, és nagyon szerette volna, ha van egy jó barátja. Azoknak, akik értik az életet, ez így sokkal igazabbul hangzott volna. Mert semmiképp sem szeretném, ha félváról vennék a könyvemet, hiszen úgy elfog a bánat, mikor ezeket az emlékeimet elmesélem. Hadd eszendeje már, hogy a barátom búcsút vett tőlem a bárányával. Azért próbálom meg leírni itt, nehogy elfelejtsem. Szomorú dolog elfelejteni a barátunkat. Nem mindenkinek van barátja. És ki tudja, még utóbb belőlem is lehet olyan fölnőtt forma ember, akit nem érdekelnek csak a számok. Többek között ezért vásároltam egy doboz festéket, meg egy doboz színes ceruzát. Persze nem könnyű dolog ilyen vén fejjel újra nekifogni a rajzolásnak, amikor egyebet se próbáltam soha, mint 6 esztendős koromban egy nyitott, meg egy csukott óriás kígyót. De igyekezni fogok, hogy a képeim hasonlítsanak, amennyire csak lehet. Hogy sikerül-e, abban már egyáltalán nem vagyok biztos. Az egyik rajz megjárja, a másik egyáltalán nem. Elvétem olykor egy kicsit a termet arányait is. Emit a kisherceg túl nagy, amott túl kicsi, a ruhája színét se tudom egészen biztosan. Így aztán csak tapogatózom, hol így, hol úgy. Lesz, ahogy lesz. Végül bizonyos, fontosabb részleteket illetőleg is tévedni fogok, ezt azonban meg kell bocsátanatok nekem. Barátom sosem magyarázkodott. Talán azt hitte, én is olyan vagyok, amilyen ő. Nekem azonban sajnos nem volt semmiféle tehetségem hozzá, hogy meglássam ládájuk fáján keresztül a bárányokat. Ki tudja, nem vagyok-e egy kicsit magam is olyan, mint a fölnőttek? Alig, ha nem megöregedtem. Naponta megtudtam valamit a bolygójáról, az útrakeléséről, az utazásáról. Szép lassacskán egy-egy elejtett megjegyzés jóvoltából
Így szereztem tudomást harmadnap a majomkenyérfák drámájáról. Ezt is a báránynak köszönhetem, mert a kisherceg, mintha valami súlyos kétséget támadt volna, hirtelen azt kérdezte tőlem. Igaz, hogy a bárányok cseréket esznek? Igaz. Ó, akkor jól van. Sehogyan sem értettem, miért olyan fontos, hogy a bárányok cseréket egyenek. A kisherceg azonban hozzátette. Szóval a majomkenyérfákat is megeszik? Erre megjegyeztem neki, hogy a majomkenyérfák nem cserjék, hanem hatalmas templomtorony nagyságú fák, és magával vihetne akár egy csordára való elefántot is, egyetlen egy majomkenyérfával sem bírnának el. Az elefánt csorda ötlete megnevettette a kis herceget. Egymás tetejébe kellene rakni őket. Hanem aztán komolyan azt mondta. Mielőtt megnőnek, a majomkenyérfák is úgy kezdik, hogy kicsinyek. Pontosan így van. De miért akarod, hogy a bárányok megegyék a majomkenyérfákat? Azt felelte. Miért ne? Mintha valami nyilvánvaló dologról volna szó, alaposan össze kellett szednem az eszemet, hogy magamtól jussak a probléma nyitjára. Nos... Mint minden bolygón, a kis hercegén is voltak jó növények, meg rossz növények. Tehát voltak jó növényektől származó jó magvak, meg rossz növényektől származó rossz magvak is. A magvak azonban láthatatlanok. A föld titkos mélyén alusznak, még csak az egyiknek eszébe nem jut, hogy fölébredjen. Akkor nyújtózik egyet, és először csak egy elbűvölő, ártatlan kis hajtással kezd félénken a nap felé kapaszkodni. Ha rózsa vagy retek hajtása, hagyhatjuk, hadd nőjön kedvére. De ha rossz növényről van szó, mihelyt fölismertük, azonnal ki kell tépni. A kis herceg bolygóján pedig félelmetes magvak voltak, majomkenyérfa magvak. A bolygó egész földjét megfertőzték. A majomkenyérfával meg úgy van, hogyha az ember későn kap észbe, soha többé nem bír megszabadulni tőle. Egyszerűen elborítja a bolygót. Átjuggatja a gyökereivel. Ha aztán a bolygó túl kicsi, a majomkenyérfák meg túl sokan vannak, előbb-utóbb szétrobbantják. Fegyelem kérdése, mondta egyszer később a kis herceg. Miután reggel gondosan rendbe szedte magát az ember, gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is. Neki kell látnia, s annak rendje és módja szerint ki kell gyomlálnia a majomkenyérfákat, mielőtt meg tudja különböztetni őket a rózsáktól, mert amíg egészen zsengék, nagyon hasonlítanak egymáshoz. Igen, unalmas munka, de igen könnyű. És egy szép napon azt ajánlotta, próbálja mindezt lerajzolni, hogy a hazámbeli gyerekek jól megértsék a dolgot. Hasznukra lehet, mondta, ha egyszer utazni fognak. Néha semmi baj sem származik belőle, ha valamilyen munkát későbbre halasztunk, de mindig végzetes következményekkel jár, ha a majomkenyérfákról van szó. Tudok egy bolygót. Lusta gazdája volt, figyelmen kívül hagyott 3 cserjét. Soha se szerettem az erkölcsi intelmek modorában írni. A majomkenyérfák veszedelmét azonban olyan kevéssé ismerik, és azt, aki netán egy kis bolygóra tévedne, akkora kockázat fenyegeti, hogy ezúttal kivételesen legyőzöm viszolygásomat, és azt mondom, gyerekek, ügyeljetek a majomkenyérfákra. Azért dolgoztam annyit a rajzon is, hogy figyelmeztessem a barátaimat egy veszélyre, amelyet nem ismernek, noha régtől fogva ott leselkedik a sarkukban, akárcsak az enyémben. A tanulság, melyet nyújtok, megérte a fáradtságot. Lehet, hogy fölteszitek majd a kérdést,
miért nincs több ilyen nagyszabású rajz a könyvben, amilyen a majom kenyérfáké. Erre egyszerű a válasz. Próbálni próbáltam, de nem sikerült, amikor a majom kenyérfákat rajzoltam, lelkesített az az érzés, hogy sürgősen kell cselekednem. Így aztán, hercegecském apránként, megértettem szomorú kis életedet. Sokáig nem volt egyéb szórakozásod, mint a naplementék szelíd szépsége. Ezt az újabb részletet negyed nap reggel tudtam meg, amikor azt mondtad: nagyon szeretem a naplementéket, gyerünk, nézzünk meg egy naplementét. De ahhoz várni kell. Várni mit? Hát, hogy lemenjen a nap. Először meglepetés látszott az arcodon, aztán nevettél egyet magadon. Folyton azt hiszem, hogy otthon vagyok, mondtad. Nos, mikor az Egyesült Államokban dél van, Franciaországban köztudomásulag éppen lemegy a nap. Az embernek elég lenne egyetlen szempillantás alatt Franciaországban teremnie, hogy napnyugtát lásson. Ehhez azonban Franciaország sajnos túlságosan messze van. Neked viszont a parányi bolygódon egyéb se kellett, mint pár lépéssel odébb húznod a székedet. És annyiszor láttad a naplementét, ahányszor csak akartad. Volt egy nap, amikor 43-szor láttam lemenni a napot, kisvártatva hozzátetted. Tudod, hogy az ember olyan nagyon-nagyon szomorú, szereti a naplementéket. Hát annyira szomorú voltál azon a 43-szoros napon. Erre azonban a kisherceg nem felelt. Az ötödik napon változatlanul a bárány jóvoltából föltárult előttem. A kisherceg életének ez a titka, és hirtelen minden bevezetés nélkül, mint ha előzőleg sokáig töprengett volna a dolgon, halkan azt kérdezte tőlem: ha a bárány cseréket eszik, megeszi a virágokat is? A bárány mindent megeszik, ami az útjába akad. Az olyan virágot is, amelyiknek tüskéje van? Igen. Az olyan virágot is, amelyiknek tüskéje van. Hát akkor mire valók a tüskék? Mit tudtam én? Minden figyelmemmel azon igyekeztem, hogy a motorom egyik beszorult csavarját kilazítsam. Tele voltam aggodalommal, gépem hibája, egyre súlyosabbnak látszott ivóvizem, meg folyton fogyott, úgyhogy a legrosszabbtól kellett tartanom. Mire valók a tüskék? Ha egyszer egy kérdést föltett, a kisherceg soha nem tágított tőle többé. Én meg, mert nagyon bosszantott az a csavar, csak úgy vaktába válaszoltam: a tövisek nem valók semmire. A tövis puszta gonoszság a világ részéről. Ó! De némi hallgatás után már-már ingerülten vetette oda: nem hiszem. A virágok gyöngék, gyanútlanok. Úgy védekeznek, ahogy tudnak. Félelmetesnek képzelik magukat a tüskéikkel. Nem feleltem. Éppen azt gondoltam magamba, ha ez a csavar semmiképp sem mozdul, ráverek a karapáccsal, úgy ugratom ki a helyéből. De a kisherceg újra megzavarta a töprengésemet. És te, mondd, te is azt hiszed? Nem hiszek semmit, csak úgy mondtam. Én komoly dolgokkal foglalkozom. Elképedve nézett rám. Komoly dolgokkal. Látta, ahogy kezemben a kalapáccsal olajtól fekete ujjakkal görnyedek valami fölé, amit szerv fölött rondának talált. Úgy beszélsz, mint a fölnőttek. Erre elszégyeltem magam. Ő azonban könyörtelenül hozzátette: mindent összezavarsz, mindent összekeversz. Szemlátomás nagyon haragudott. Megrázta aranyhaját a szélben.
Tudok egy bolygót, egy vörösképű uraság lakik rajta. A soha egyetlen virágot meg nem szagolt életében, soha egy csillagot meg nem nézett. Soha senkit nem szeretett, soha nem csinált egyebet, mint folyton csak számolt, és egész álló nap azt hajtogatta, amit te mondtál az imént. Én komoly ember vagyok, én komoly ember vagyok. És csak úgy dagadt a kevésségtől, hát ember ez? Dehogy ember. Gomba. Micsoda? Gomba! A kis herceg most egészen sápadt volt az indulattól. Millió és millió éve, hogy a virágok tüskéket gyártanak. Millió és millió éve, hogy a bárányok mégis megeszik a virágokat. Hát akkor miért ne volna komoly dolog, ha meg akarjuk érteni, mi végre a sok fáradozás, amivel olyan tüskéket csinálnak maguknak, amelyek soha semmire sem jók. A bárányok és a virágok háborúja talán nem fontos? Nem komolyabb és nem fontosabb, mint annak a kövér vörös úrnak a számadásai? És ha én tudok egy virágot, egy egyetlen virágot az egész világon, olyat, amilyen sehol másutt nem létezik, egyedül csak az én bolygómon, aztán egy bárányka egy csapásra megsemmisítheti, csak úgy anélkül, hogy akár sejtené is, hogy mit művel. Ez talán nem fontos. Elpirult, folytatta. Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon, ez éppen elég neki, hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant. Ott van valahol az én virágom, gondolja magában. De ha a bárány megeszi a virágot, ez az ő számára olyan, mint a hirtelen valamennyi csillag kialudnék. És ez talán nem fontos. Többet nem bírt mondani, váratlanul kitört belőle a zokogás. Közben már leszállt az éjszaka, letettem a szerszámaimat. Bántam is én a kalapácsomat, a csavart, a szomjúságot és a halált. Egy csillagon, egy bolygón, az enyémen, a földön. Volt egy kis herceg, akit meg kellett vigasztalni. A karomba vettem, ringatni kezdtem. Ne félj, mondtam neki. Semmi veszedelem nem fenyegeti a virágot, amit szeretsz. Szájkosarat rajzolok a bárányodnak. A virágodnak meg rajzolok majd vértet, és már nem is tudom, mit mondjak neki. Nagyon ügyetlennek éreztem magam, nem tudtam, hogyan férkőzzem hozzá, hogyan találja közösséget vele. Olyan titokzatos világ a könnyek országa. Rövidesen jobban is megismerhettem ezt a virágot. A kisherceg bolygóján mindig voltak virágok. Nagyon egyszerű virágok, egy sor szirommal, helyet is alig foglaltak, és nem zavartak senkit. Reggel megjelentek a fűben, estére elhervadtak. De egy szép nap egyszerre csak kicsirázott, magva jó ég tudja, honnét került oda, és a kis herceg aprólékos gonddal figyelte a zsenge hajtást, amelyik semmilyen más hajtáshoz nem hasonlított. Ki tudja, nem holmi majomkenyérfa félesége. A veszőcske növekedése azonban hamarosan abba maradt, és a kis növény hozzákezdett a virágkészítéshez. A kis herceg szemmel kísérte, hogyan jelenik meg rajta egy óriási bimbó, és sejtette, hogy csodálatos tünemény fog kibontakozni belőle. A virág azonban vége várhatatlanul egyre csak
szépítgette magát oda bent a zöld szobájában. Nagy gonddal válogatta meg a színeit, lassan öltözködött, egyenként igazította magára a szirmait. Nyilván nem akart olyan gyűrötten napvilágra lépni, mint a pipacsok. Nem akart megmutatkozni, csak szépséget teljes sugárzásában úgy bizony. Nagyon kacérvirág volt. Így aztán hosszú napokon át tartott a titokzatos öltözködése. Aztán egy hajnalban, éppen napkeltekor végre megjelent. Ásított egyet, és azt mondta ő, aki olyan aggályos pontossággal dolgozott. Ó, még szinte föl se ébredtem, elnézést kérek, még meg se fésülködtem. A kis herceg nem bírta magába folytani a csodálkozását. Milyen szép vagy. Ugye? Felelte kedvesen a virág. És épp egyszerre születtem a nappal. A kis herceg ebből könnyen kitalálta, hogy a virág nem valami szerény, viszont olyan megható volt. Azt hiszem, épp most van a reggeli ideje, tette hozzá a virág kisvártatva. Volnál szíves gondoskodni róla? A kis herceg pedig mélységes zavarban sietve kerített egy öntözőkannát, és kiszolgálta a virágot. Az meg már mindjárt az elején zaklatni kezdte az ijedős hiúságával. Egy napon például, amikor a négy tövéséről beszélt, azt mondta a kis hercegnek, most aztán jöhetnek a tigricsek a karmaikkal? Az én bolygómon nincsenek tigrisek, jegyezte meg erre a kis herceg. A tigrisek különben sem esznek füvet. Én nem vagyok fű, felelte szeliden a virág, bocsáss meg. Különben sem félek a tigrisektől. A húzattól viszont irtózom. Nincs véletlenül valamilyen szél fogód. Irtózni a húzattól, gondolta a kis herceg. Elég kockázatos kilátás egy növénynek. Fura egy virág ez. Esténként tégy majd búra alá. Nagyon hideg van itt nálad. Rosszul vagy berendezkedve. Honnét én jöttem. De nem folytatta. Hiszen magformájában jött. Más világokról nem tudhatott semmit. Szégyenében, hogy ilyen együgyű füllentésen kapatta rajta magát, kettőt-hármat köhintett, így akart fölébe kerekedni a kis hercegnek. A szélfogó? Épp azért indultam, de elkezdtél beszélni hozzám. Erre a virág még jobban köhécselt. Hadd furdalja csak a lelki ismeret a kis herceget. Annak pedig hiába volt tele jó akaró szeretettel, előbb-utóbb mégiscsak megrendült a bizalma a virágban. Minden lényegtelen megjegyzést a szívére vett, és kezdte nagyon boldogtalannak érezni magát. Nem szabad lett volna meghallgatnom, vallotta meg egy napon. A virágok szavát sosem szabad meghallgatni. Nézni kell őket, beszívni az illatukat. Az enyém egész bolygómat elárasztotta az illatával, mégse tudtam örülni neki. Annyira bosszantott az a tigris karom história, holott inkább meg kellett volna hatódnom rajta. Aztán bizony, nagyon értelmetlen voltam én akkor. A tetteiből kellett volna megítélni, nem a szavaiból. Beburkolt az illatával, elborított a ragyogásával. Sosem lett volna szabad megszöknem.
Szegényes kis csalafintaságai mögött meg kellett volna éreznem gyöngét szeretetét. Minden virág csupa ellentmondás. De én még sokkal fiatalabb voltam, sem hogy szeretni tudtam volna. Szökéséhez azt hiszem a vadmadarak húzását használta föl, indulása reggelén szépen rendbe tette a bolygóját, gondosan kipucolta a működő vulkánjait. Két ilyen működő vulkánja volt szerencsére, kényelmesen megfőzhette rajtuk a reggeliét, volt egy kialudt vulkánja is, mert úgy gondolta, sosem lehet tudni. Kipucolta ezt a kialudt vulkánt is. A vulkánok, ha jó kipucolják őket, szabályosan enyhe lánggal égnek, kitörések nélkül. A vulkán kitörések olyanok, mint a mi kéménytüzeink. Mi itt a Földön nyilván túl kicsinyek vagyunk hozzá, hogy rendesen kipucoljuk a vulkánjainkat, ezért okoznak annyi bajt. A kis herceg némi kis szomorúsággal kigyomlálta az utolsó majom kenyér fahajtásokat is, szentülitte, hogy soha nem fog visszatérni többé. De aznap reggel nagyon-nagyon jól estek neki ezek a megszokott munkák. Amikor utoljára öntözte meg a virágot és be akarta borítani a búrájával, egyszeriben síratnék a támadt. Isten veled, mondta a virágnak. A virág azonban nem felelt. Isten veled, ismételte. A virág köhintett. Ezúttal azonban nem azért, mintha megfázott volna. Ostoba voltam, mondta végül is a kis hercegnek. Kérlek, ne haragudjál rám. Próbálj meg boldog lenni. A kis herceget meglepte, hogy nem kap semmiféle szemrehányást. Tanácstalanul állt kezében a búrával, sehogy sem értette a virágnak ezt a kedves szelídségét. Hát igen, mondta a virág, szeretlek, de persze még csak nem is sejtetted, de ebben én vagyok a hibás, különben nem is fontos. De azonban éppen olyan ostoba voltál, mint én. Próbálj meg boldog lenni, hagyd békén azt a búrát, nem kell. De a szél. Egyáltalán nem vagyok olyan náthás. Virág vagyok, jót fog tenni az éjszaka hűs levegője. De az állatok. 2-3 hernyót el kell tűrnöm, ha meg akarom ismerni a pillangókat. Állítólag olyan szépek. Meg aztán ki más látogatna meg, mert ami téged illet, te messze leszel. A vadállatoktól pedig egy cseppet sem félek, nekem is vannak karmaim. És ártatlanul megmutatta a 4 tövisét. Ne átcsorogj itt ilyen ügyefogyottan, tette hozzá, idegesítő. Elhatároztat, hogy elmegy, hát menj. Nem akarta, hogy a kis herceg sírni lássa. Kevés virág volt. Ez a 325-ös, 326-os, 327-es, 328-as, 329-es és 330-as kisbolygók vidéke volt. A kisherceg tehát azzal kezdte, hogy sorra látogatta őket. Foglalkozást keresni, meg művelődni is. Az elsőnek király lakott, a király bíborban és hermelinben, egy nagyon egyszerű, de méltóságteljes trónuson ült. Ho-ho, itt egy alattvaló kiáltott föl, amikor megpillantotta a kis herceget. Hogyan ismerhet, meggondolta magában a kis herceg, ha még soha életében nem látott. Nem tudta, hogy a királyok szemében a világ fölöttébb egyszerű, minden ember alattvaló. Gyere közelebb, hogy jobban szemügyre vehesselek, mondta a király, és nagyon büszke volt rá, hogy végre valaki fölött királykodhatik. Kisherceg körülnézett, hová ülhetne le, de a bolygót mindenestül beborította, a pompás hermelin palást állva maradt hát,
és mert fáradt volt, ásított egyet. Az etikett megtiltja, hogy a király jelenlétében ásítsanak, mondta az uralkodó. Megtiltom. Nem bírom megállni ásítás nélkül, felelte a kis herceg zavartan. Nagy utat tettem meg, és nem aludtam. Akkor megparancsolom, hogy ásíts, mondta a király. Hosszú esztendők óta senkit sem láttam ásítani, az ilyesmi ritka szórakozás. Nekem tessék, ásíts még egyet, parancsolom. Csak hogy ettől lámpalázas lettem, nem megy, felelte a kis herceg, és elpirult. Tűnődött a király. Hát akkor megparancsolom, hogy hol ásíts, hol meg... dünnyögött valamit szemlátomást feszengve. Mert a király föltétlenül ragaszkodott hozzá, hogy tiszteljék a királyi tekintélyét, semmiféle engedetlenséget nem tűrt. Abszolút uralkodó volt, de mivel ugyanakkor jóságos is volt, értelmes parancsokat osztogatott. Ha egy generálisnak megparancsoltnám, mondogatta, hogy változzék tengeri madárrá, és a generális nem engedelmeskednék, ebben nem ő lenne a hibás. Én lennék a hibás miatta. Leülhetek? Kérdezte a kis herceg félénken. Parancsolom, hogy ülj le, felelte a király, és méltóság teljesen odébb húzta egy kicsit a Hermelin palástja szegélyét. A kis herceg elcsodálkozott. A bolygó egészen parányi volt. Vajon mi uralkodik akkor a király? Fölség, mondta, engedelmet kérek, de kérdeznék fölségettől valamit. Parancsolom, hogy kérdezz tőlem valamit, mondta sietve a király. Fölséged, min uralkodik? Mindenen, válaszolta mérhetetlen egyszerűséggel a király. Mindenen? A király futó kis mozdulattal végigmutatott a bolygóján, meg a többi bolygón, meg a csillagokon. Ezen mind? Kérdezte a kis herceg. Ezen mind? Felelte a király. Mert nem csak abszolút uralkodó volt, hanem egyetemes is. És a csillagok engedelmeskednek fölségednek? Természetesen, mondta a király. Azonnyomban? Semmi fegyelmezetlenséget nem tűrök. A kis herceg elámult ekkora nagy hatalmon. Ha neki ilyen hatalma lenne, napjában nem 44 naplementét láthatna, hanem 72-t, sőt 100-at, vagy akár 200-at is, és még csak odébb se kellene húzni a székét, és mivel egy kicsit szomorú volt, mert eszébe jutott az elhagyatott bolygócskája, olyannyira nekibátorodott, hogy egy kegyet merészelt kérni a királytól. Úgy szeretnék naplementét látni. Örvendeztessen meg fölséget, parancsolja meg a napnak, hogy nyugodjék le. Ha egy generálisnak azt parancsolnám, szálljon virágról virágra, mint egy lepke. Vagy írjon egy tragédiát, vagy változzék tengeri madárrá, és a generális nem hajtaná végre a parancsot, ki lenne a hibás emiatt? Ő vagy én? Fölséged, jelentette ki a kis herceg nagy határozottsággal. Látod, mindenkitől azt kell követelni, amit az illető megtehet. A tekintély legelső alapja az értelem, mondta a király. Ha népednek azt parancsolod, vesse magát a tengerbe, föllázod, forradalmat csinál. Azért van jogom engedelmességet követelni, mert észszerűek a parancsaim. Akkor mi lesz a naplementémmel? Firtatta a kis herceg, mert ha már föltett egy kérdést, többé nem tágított tőle. Meg fogod kapni a naplementédet, követelem. De kormányzói bölcsességemben megvárom, hogy kedvezők legyenek hozzá a körülmények. És az mikor lesz? Tudakolta a kis herceg. Felelte a király, és böngészni kezdett egy testes naptárban.
mikor lesz. Ma este 7 óra 40 perc körül, és majd meglátod, milyen híven engedelmeskednek nekem. A kis herceg ásított, sajnálta, hogy oda a napnyugtája, ráadásul egy kicsit unatkozott is már. Nincs itt semmi dolgom többet, mondta a királynak, megyek tovább. Ne menj, mondta a király, hiszen olyan büszke volt rá, hogy végre akadt egy alattvalója. Ne menj el, megteszlek miniszternek. Milyen miniszternek? Hát, igazságügyinek. De ha nincs, akinek igazságot szolgáltassak, sosem lehet tudni, felelte a király. Még nem jártam be a királyságomat. Öreg vagyok, hintóra. Nincs helyem, a gyaloglás meg fáraszt. Ó, hiszen már láttam, mondta a kis herceg, és előrehajolt, hogy egy pillantást vessen a bolygó túlsó felére. Ott sincs senki. Hát akkor ítélkezzél saját magadon, mondta a király. Ez a legnehezebb. Magunkon ítélkezni sokkal nehezebb, mint másokon. Ha sikerül helyesen ítélkezned saját magad fölött, az annak a jele, hogy valódi bölcs vagy. De ítélkezni mindenütt ítélkezhetem magam fölött, jegyezte meg a kis herceg. Ahhoz nem kell itt laknom. Mondta a király. Azt hiszem, van itt valahol a bolygómon egy vén patkány. Éjszaka hallom a motozását. Hát ítélkezzél e fölött a vén patkány fölött. Időről időre halálra ítéled. Élete így a te igazság szolgáltatásodtól függ majd. Aztán minden egyes alkalommal megkegyelmezel neki. Takarékosságból, mivel csak egy van belőle. Nem szeretem a halálos ítéleteket, mondta a kis herceg, és minden bizonnyal elmegyek. Ne, mondta a király. A kis herceg azonban nekifogott az előkészületeknek. Majd mivel nem akart fájdalmat okozni az öreg uralkodónak, így szólt. Ha fölségednek az a kívánsága, hogy pontosan engedelmeskedjenek a parancsainak, nekem is adhatna egy észszerű parancsot. Megparancsolhatná például, hogy egy percen belül keljek útra. A körülmények úgy látom kedvezőek. A király nem felelt, a kis herceg először tétovázott, aztán egy sóhajtással mégis útra kelt. Kinevezlek nagykövetemnek, kiáltott utána siető a király. Arcáról csak úgy sugárzott a tekintély. Hát bizony furcsák a fölnőttek, gondolta útközben a kis herceg. A második bolygón lakott a hiú. Lám, lám, kiáltotta már messziről, amikor megpillantotta a kis herceget. Meglátogat egy csodálom. Mert aki hiú, annak az összes többi ember olybá tűnik, mint a csodálója. Jó napot, mondta a kis herceg. Fura kalapja van uraságodnak. Arra való, hogy megemeljem, felelte a hiú, hogy viszonozzam vele az ünneplést. De sajnos soha nem jár erre senki. Úgy, kérdezte a kis herceg, és egy szót sem értett az egészből. Csapd össze a tenyeredet, javasolta neki a hiú. Kis herceg összeütötte a két tenyerét, a hiú szerényen megemelte a kalapját. Itt már mulatságosabb, mint az imént a királynál volt, gondolta a kis herceg, és újra összeverte a tenyerét, a hiú meg újra megemelte a kalapját. Így ment ez 5 percig, akkor a kis herceg elunta az egyhangú játékot. Hát, ahhoz mit kell csinálni, hogy a kalap leessék? Kérdezte a hiú, ezt egyszerűen elengedte a füle mellett.
Aki hiú, az csak a dicséretet hallja meg, soha mást. Valóban nagyon csodálsz engem? Kérdezte a kis hercegtől. Mit jelent az, hogy csodálni? Csodálni annyit jelent, mint elismerni az illetőről, hogy széles ebbolygón ő a legszebb, a legjobban öltözött, a leggazdagabb és a legokosabb. De hiszen te egyedül vagy a bolygódon. Azért mégiscsak tedd meg, azért mégiscsak csodálj. Csodállak, mondta a kis herceg, és egy parányit megvonta a vállát. Csak azt nem értem, mire jó az neked, és sietve odébb állt. Szó, ami szó, gondolta útközben. A fölnőttek nagyon-nagyon furcsák. A következő bolygón egy iszákos lakott. Ez a látogatás nagyon rövid ideig tartott, de nagyon elszomorította a kis herceget. Ott találta az iszákost egy sor üres, meg egy sor teli palack előtt. Hát te mit csinálsz itt? Kérdezte tőle. Iszom, felelte egy gyászos képpel az iszákos. Miért iszol? Kérdezte a kis herceg. Hogy felejtsek, felelte az iszákos. Mit? Tudakolta a kis herceg, mert már is megsajnálta. Azt, hogy szégyellem magam, felelt az iszákos, és lehajtotta a fejét. A kis herceg szeretett volna segíteni rajta. Miért szégyelled magad? Kérdezte. Mert iszom. Vágta el a további beszélgetést az iszákos, és mélységes hallgatásba süllyedt. A kis herceg meghökkenve szedelőzködött. Bizony, bizony, gondolta útközben, a fölnőttek rettentően furcsák. A negyedik bolygó az üzletemberé volt. Ennek annyi dolga volt, hogy még csak föl se nézett, amikor a kis herceg megérkezett. Jó napot, mondta neki a kis herceg. Uraságodnak kialudt a cigarettája. 3 meg 2 az 5, 5 meg 7 az 12, 12 meg 3 az 15. Jó napot. 15 meg 7 az 22, 22 meg 6 az 28, nem érek rá újra meggyújtani. 26 meg 5 az 31, hopp, tehát összesen 501.622.731. 500 millió micsoda? Mi az? Ja, még mindig itt vagy? 500 millió már nem is tudom, annyi dolgom van. Én komoly ember vagyok, én nem fecsérlem léhaságukra az időmet. 2 meg 5 az 7. 500 millió micsoda? Ismételt a kis herceg, mert ha egyszer egy kérdést föltett, nem tágított tőle többé. Az üzletember fölkapta a fejét. 54 éve lakom ezen a bolygón, de eddig még csak háromszor zavartak. Először 22 éve egy cserebogár isten tudja honnét pottyant ide, iszonyatos zajt csapott, úgyhogy 4 hibát is ejtettem a számadásomban. Másodszor 11 esztende köszvényrohamot kaptam. Keveset mozgok, nincs időm lófrálni, én komoly ember vagyok, harmadszor pedig most, szóval azt mondtam, hogy 501 millió. Micsoda, az üzletember látta, semmi reménye rá, hogy békén hagyják. Olyan kis apróság, amit az égen látni olykor, légy, dehogy. Olyan kis csillogó méhek, dehogy, azok az aranyos kis izék, amin a... Semmit tevők ábrándozni szoktak, én azonban komoly ember vagyok, nekem nincs időm semmiféle ábrándozása. Áhá, csillagok. Az csillagok. És mit csinálsz azzal az 500 millió csillaggal? 501.622.731. Komoly ember vagyok, szeretem a pontosságot. Mit csinálsz ezekkel a csillagokkal? Hogy mit csinálok velük? Igen. Semmit. Birtoklom őket. Birtoklod a csillagokat? Igen. Találkoztam egy királlyal, aki... A királyok nem birtokolnak, a királyok uralkodnak valamin, az más. És mire jó neked, hogy birtoklod a csillagokat? Arra, hogy gazdag legyek. És mire jó a gazdagságod? Más csillagokat is megvenni, ha történetesen talál valaki. Ez körülbelül olyas formán okoskodik, mint a részegesem, gondolta a kis herceg, de azért tovább faggatta.
Hogyan lehet birtokolni a csillagokat? Kinek a tulajdonai? Vágott vissza zsémbesen az üzletember. Nem tudom, senkinek. Akkor az enyém, mert nekem jutott eszembe először a birtoklásuk. És ennyi elég is? Természetesen. Ha gyémántot lesz, amelyik senkié, akkor a tiéd. Ha szigetre bukkansz, amelyik senkié, akkor a tiéd. Ha kitalálsz valamit, ami még senki másnak nem jutott az eszébe, szabadalmaztatod, és a tiéd. Én pedig a csillagokat birtoklom, mert előttem soha senki nem gondolt rá, hogy birtokolja őket. Hát, ez igaz, mondta a kis herceg. És mit csinálsz velük? Kezelem őket, megszámolom, aztán újra számolom, felelt az üzletember. Nehéz dolog, de én komoly ember vagyok. A kis herceg azonban még ezzel sem érte be. Nekem van egy selyem sálam. A nyakam köré tekerhetem, és magammal vihetem. Vagy ha van egy virágom, leszedhetem, és szintén magammal vihetem. De te nem szedheted le a csillagaidat. Azt nem, de bankba tehetem őket. Az meg mit jelent? Azt jelenti, hogy fölírom egy darabka papírosra a csillagaim számát, aztán ezt a papírdarabkát bezárom egy fiókba. Ennyi az egész. Mi kell több? Érdekes, gondolta a kis herceg, sőt, költői. Csak éppen komolynak nem valami komoly. A kis hercegnek ugyanis egészen más fogalmai voltak a komoly dolgokról, mint a felnőtteknek. Nekem, mondta, van egy virágom, azt naponta megöntözöm. Van három vulkánom, azokat hetente kipucolom, mert azt is kipucolom, amelyik kialudt. Sosem lehet tudni. A vulkánjaimnak is, meg a virágomnak is hasznukra válik, hogy birtoklom őket. Te azonban nem vagy hasznukra a csillagoknak. Az üzletember eltátotta a száját, de felelni egy mukot sem tudott, a kis herceg pedig szedte a sátorfáját és ment tovább. Szó, ami szó. Ezek a fölnőttek fölöttébb furcsák, gondolta útközben. Az ötödik bolygó nagyon érdekes bolygó volt. Ez volt valamennyi közt a legkisebb. Éppen csak akkora, hogy egy lámpa meg egy lámpagyújtogató elfért rajta. A kis herceg el se tudta képzelni, mi értelme lehet valahol az égbolton egy bolygón, amelyiken se ház nincs, se emberek nem laknak. Egy lámpának meg egy lámpagyújtogatónak. Mégis azt gondolta magában, lehet, hogy ez az ember itt merőképtelenség, mégis kevésbé képtelen, mint a király, a hiú, az üzletember, meg az iszákos. Az ő munkájának legalább van valami értelme. Ha meggyújtja a lámpáját, mintha egy csillagot segítene a világra, vagy egy kis virágot. Ha eloltja a lámpáját, elaltatja vele a virágot, vagy a csillagot. Szép foglalkozás, és mert szép, valóban hasznos is. Amikor a bolygó közelébe ért, tisztelettel köszöntötte a lámpagyújtogatót. Jó napot kívánok! Miért oltottad el a lámpádat? Mert ez a parancs, felelte a lámpagyújtogató. Jó napot! Mi a parancs? Hogy oltsam el a lámpámat. Jó estét! Azzal meggyújtotta a lámpát. Hát akkor miért gyújtottad meg újra? Mert ez a parancs, felelte a lámpagyújtogató. Nem értem, jegyezte meg a kis herceg. Nincs is mit érteni rajta, mondta a lámpagyújtogató. A parancs, parancs! Jó napot! És eloltotta a lámpát. Aztán egy piros kockás zsebkendővel törölgetni kezdte a homlokát. Szörnyű mesterség ez! Valaha régen nagyon értelmes volt. Este meggyújtottam, reggel eloltottam a lámpát. Aztán
Reggeltől estig pihenhettem, és estétől reggelig alhattam. Azóta megváltozott a parancs. A parancs nem változott, mondta a lámpagyújtogató. Éppen ez a baj. A bolygó évről évre gyorsabban forgott, a parancs viszont maradt a régi. És? Kérdezte a kis herceg. És most, hogy percenként fordul egyet a tengelye körül, nincs egy másodpercnyi nyugalmam. Percenként oltok meg gyújtok. Mulatságos, mondta a kis herceg. Egy nap egy percig tart nálad. Egyáltalán nem mulatságos, mondta a lámpagyújtogató. Tudod, mióta beszélgetünk itt egymással? Egy hónapja. Egy hónapja. Úgy bizony. 30 perce. Az 30 nap jó estét, és meggyújtotta megint a lámpáját. A kis herceg meg csak nézte, és megszerette ezt a lámpagyújtogatót, aki olyan híven ragaszkodik a parancshoz. Eszébe jutott, hogyan kereste annak idején a napnyugtákat, hogyan húzta odébb a székét, szeretett volna segíteni a barátján. Figyelj csak ide! Tudok egy módot rá, hogy pihenhess, amikor csak akarsz. Vagyis mindig, jegyezte meg a lámpagyújtogató. Mert lehet valaki egyszerre hűséges is, meg lusta is. A te bolygód, folytatta a kis herceg, olyan kicsi, hogy 3 lépéssel körüljárhatod. Ahhoz, hogy állandóan a napvilágon maradj, egyebet sem kell tenned, mint elég lassan járnod. Így aztán, ha pihenni akarsz, elkezdesz járni. És a nappal addig fog tartani, ameddig kívánod. Ezzel nem sokra megyek, felelte a lámpagyújtogató. Világéletemben egyet szerettem, aludni. Öreg hiba, mondta a kis herceg. Öreg hiba, mondta a lámpagyújtogató, jó napot, és eloltotta a lámpáját. Ezt, gondolta a kis herceg, ahogy tovább ment, ezt a többiek mind megvetnék, a király is, a híjú is, az iszákos is, az üzletember is. Pedig szerintem ő az egyetlen, aki nem nevetséges. Talán, mert mással törődik, nem saját magával. És sajnálkozva sóhajtott egyet. Ő az egyetlen, folytatta gondolatait, akivel meg tudnék barátkozni. Csak hogy igazán túl kicsi a bolygója, nem férnek el rajta ketten. Magának sem merte bevallani, hogy lekivált a napi 1440 napnyugtáért sajnálja ezt az áldott bolygót. A 6. bolygó 10-szerte nagyobb volt. Egy öreg úr lakott rajta, és óriási könyveket írt. Ho-ho, itt egy kutató! Kiáltott föl, amikor megpillantotta a kis herceget. A kis herceg leült az íróasztal szélére, kicsit lihegett, annyit utazott már. Honnét jössz? Kérdezte tőle az öreg úr. Mi ez a nagy könyv? Kérdezte a kis herceg. Mit csinál itt, uraságod? Geográfus vagyok, felelte az öreg úr. Mi az, hogy geográfus? Tudós, aki tudja, hol vannak a tengerek, folyamok, városok, hegyek és sivatagok. Ó, ez nagyon érdekes, mondta a kis herceg. Végre egy igazi mesterség. Körülpillantott a geográfus bolygóján, ilyen fölséges bolygót még soha se látott. Hát ez nagyon szép, mondta. Óceánok is vannak rajta? Azt én nem tudhatom, felelte a geográfus. Ó, mondta a kis herceg csalódottan, és hegységek? Azt én nem tudhatom, ismételte a geográfus. És városok, és folyamok, és sivatagok? Azt szintén nem tudhatom, felelte a geográfus. Ha egyszer geográfus, az igaz, felelte a földrajztudós. Viszont nem vagyok kutató. Kutatóim sajnos egyáltalán nincsenek.
Hogy jönne egy földrajztudós ahhoz, hogy elinduljon és számba vegye a városokat és folyamokat, tegységeket és tengereket, óceánokat és sivatagokat. A geográfus sokkal fontosabb ember annál sem, hogy ide-oda kószáljon a világban. Ül a dolgozószobájában és fogadja a kutatókat, kikérdezi őket és lejegyzi emlékeiket. Aztán a valamelyiknek az emlékeit érdekesnek találja, vizsgálatot indítat az illető kutató erkölcsi megbízhatóságát illetőleg. Hát azt meg miért? Azért, mert ha egy kutató hazudnék, annak végzetes következményei lennének a földrajzkönyvekben. Valamint annak is, ha egy kutató többet innék a kelletténél. Miért? Érdeklődött tovább a kis herceg. Mert aki részeg, az duplán lát. Így a földrajztudós két hegyet tüntetne fel ott, ahol a valóságban csak egy van. Ismerek valakit, mondta a kis herceg, akiből nagyon rossz kutató lenne. Lehet, nos, ha a kutató erkölcsisége kifogástalannak bizonyul, következik felfedezésének a megvizsgálása. Elmennek megnézni? Nem, az túl bonyodalmas lenne. Hanem felszólítják a kutatót, hogy szolgáltasson bizonyítékokat. Ha például egy nagy hegy felfedezéséről van szó, megkívánják tőle, hogy mutatóba szép nagy köveket hozzon belőle. Hirtelen izgalom vett erőt a geográfuson. De te nagyon messziről jöttél, te kutató vagy. Írd le nekem a bolygódat. Azzal fölütötte a Lajstrom könyvét, és hegyezni kezdte a ceruzáját. A kutatók elbeszéléseit ugyanis először ceruzával jegyzik le, megvárják, míg bizonyítékokat szolgáltat, és csak akkor következik a tintával való lejegyzés. Nos, kérdezte a tudós. Ó, mondta a kis herceg, az én bolygóm egészen apró, nincs rajta semmi különös, van három vulkánom. Kettő működik, egy kialudt, bár sosem lehet tudni. Sosem lehet tudni, mondta a geográfus. Egy virágom is van. Virágokat nem jegyezzük fel, mondta a geográfus. Miért nem? Hiszen az a legszebb rajta. Mert a virágok múlékonyak. Mit jelent az, hogy múlékony? A földrajzkönyvek, mondta a földrajztudós, a világ legértékesebb könyvei. Nem avulnak el soha. Fölöttébb ritkán fordul elő, hogy egy hegy megváltoztassa a helyét, fölöttébb ritka dolog az is, hogy egy óceán kiapadjon. Mi csak örök dolgokat írunk le. De a kialudt vulkán egyszer csak működni kezdhet, szólt közben a kis herceg. Mit jelent az, hogy múlékony? Számunkra teljességgel mindegy, hogy egy vulkán kialudt-e vagy működik, felelte a geográfus. Nekünk csak a hegy számít, az pedig nem változik. De mit jelent az, hogy múlékony? Makacskodott a kis herceg, mert ha egyszer föltett egy kérdést, nem tágított tőle soha többet. Azt jelenti, hogy előbb-utóbb megsemmisül. Az én virágom előbb-utóbb megsemmisül? Úgy bizony. Múlékony a virágom, gondolta a kis herceg, és mindössze négy tüskéje van, hogy a világtól védekezzék, és én magára hagytam otthon. Most érzett először valami lelki furdalás félét, de nyomban összeszedte magát. Mit tanácsol, uraságot kérdezze, milyen bolygót látogassak meg? A földet, felelte a földrajztudós, jó híre van. A kis herceg útra kelt, de közben egyre a virágjára gondolt. A hetedik bolygó tehát a föld volt. Ez a föld nem akármilyen bolygó ám. Van rajta 111 király, beleszámítva természetesen a néger királyokat is. 7000 geográfus, 900000 üzletember, 7,5 millió részeges, 311 millió hiú, vagyis körülbelül 2 milliárd fölnőtt. Hogy valami fogalmunk legyen a föld nagyságáról, gondoljuk meg, hogy az elektromosság felfedezése előtt
A hat kontinensen egész hadseregnyi lámpagyújtogatót kellett alkalmazni szám szerint 472.511-et. Kissé távolabbról nézve mindez pompást látványt nyújtott. A hadmozdulatok épp olyan szabályozottan folytak, mint egy balett mozgása egy opera színpadán. Kezdték az új-zélandi és az ausztráliai lámpagyújtogatók, megjutották a lampionjaikat, aztán aludni mentek utána. Beléptek a táncba a kínai meg a szibériai lámpagyújtogatók, majd ők is eltűntek a kulisszák mögött. Most került sor az oroszországi és indiai lámpagyújtogatókra, utánuk az európaiakra és az afrikaiakra, aztán a dél-amerikaiakra, aztán az észak-amerikaiakra, és sose vétették el színre lépésük rendjét. Nagyszerű volt. Mindössze két lámpagyújtogató élt henyén, és nem törődöm módra az északi sark egyetlen lámpájának gyújtogatója, valamint kartársa a déli sark egyetlen lámpájáé. Ők évente csupán kétszer dolgoztak. Ha az ember mindenáron szellemes akar lenni, megesik, hogy egy kicsit elveti a súlykot. Én sem voltam egészen szavahihető, amikor a lámpagyújtogatókról beszéltem, így aztán félő, hogy hamis fogalmat adok bolygónkról azoknak, akik nem ismerik. Az emberek ugyanis igen-igen kevéske helyet foglalnak el a Földön. Ha a Föld 2 milliárd lakosa kisé szorosabban egymás mellé állna olyas formán, mint például egy futballmeccsen, könnyen elférne egy 20 000 négyzetméternyi téren. Az egész emberiséget össze lehetne zsúfolni a csendes óceán legparányibb kis szigetére. A felnőttek ezt persze nem hinnék el. Ők igen nagy helyet tulajdonítanak maguknak. Azt képzelik magukról, hogy tekintélyesek, akár a majomkenyérfák. Föl lehet szólítani őket, tessék, számoljanak, ezt tetszeni fog nekik, mert imádják a számokat, de ne vesztegessétek az időtöket ilyen feladatra, fölösleges, inkább higgyetek nekem. A kis herceg tehát, amint földet ért, alaposan meglepődött, hogy egy teremtett lelket sem lát. Már-már attól félt, elvétette a bolygót, amikor a homokba megmozdult előtte egy holtszínű gyűrű. Jó éjszakát, mondta a kis herceg csak úgy találomra. Jó éjszakát, felelte a kígyó. Melyik bolygóra estem? Kérdezte a kis herceg. A földre, Afrikába, felelte a kígyó. Ó, hát senki sincs a földön. Ez itt a sivatag. A sivatagban nincs senki, de a föld nagy, mondta a kígyó. A kis herceg leült egy kőre, és szemét az égre emelte. Nem tudom, mondta, nem azért vannak-e kivilágítva csillagok, hogy egy napon mindenki megtalálhassa a magáét. Nézd csak, az ott az én bolygóm, éppen fölöttünk. De milyen messze van. Szép csillag, mondta a kígyó, mit keresel itt? Nézeteltérésem támadt egy virággal, mondta a kis herceg. Csajjaj, mondta a kígyó. És sokáig hallgattak. Hol vannak az emberek? Kérdezte később a kis herceg. Itt a sivatagban olyan egyedül van az ember. Nincs kevésbé egyedül az emberek köz sem, mondta a kígyó. A herceg hosszan szemügyre vette. Furcsa jószág vagy, vékony, mint az ujjam. De bármilyen király ujjánál hatalmasabb, mondta a kígyó. A kis herceg elmosolyodott. Nem mondhatnám, hogy nagyon hatalmas vagy, hiszen még lábad sincs, utazni se tudsz. De nincs az a hajó, amelyik messzebbre bírna vinni, mint én, mondta a kígyó. Azzal, mint egy aranypánt a kis herceg bokájára tekeredett.
Akit én megérintek, azt visszaadom a földnek, ahonnét származik, mondta. Te azonban tiszta vagy, és egy csillagról jöttél. A kisherceg nem felelt. Olyan gyönge vagy ezen a gránit földön, hogy megesik rajtad a szívem. Ha egy szép napon majd nagyon visszavágyol a bolygódra, segíthetek rajtad, mert én... Ó, mondta a kis herceg, értem, nagyon is értem. De miért beszélsz mindig rejtélyekben? Valamennyit megfejtem, mondta a kígyó. És hallgattak utána tovább. A kisherceg nekivágott a sivatagnak, de nem találkozott, csak egy virággal. Egy három szirmú, semmi kis virággal. Jó napot, mondta a kisherceg. Jó napot, mondta a virág. Hol vannak az emberek? Kérdezte udvariasan a kisherceg. A virág látott egyszer egy bandukoló karavánt. Az emberek? Van belőlük, azt hiszem, vagy 6, 7 évekkel ezelőtt láttam őket. De sosem lehet tudni, hol merre vannak. Viszi sodorja őket a szél. Nagy baj nekik, hogy nincs gyökerük. Viszontlátásra, mondta a kis herceg. Viszontlátásra, mondta a virág. A kis herceg fölkapaszkodott egy hegyre. Életében nem látott még más hegyet, mint a három vulkánját, de azok éppen csak a térdéig értek. Kialudt vulkánját Zsámolynak használta, egy ekkora hegyről gondolta. Egyetlen szempillantással látni fogom az egész bolygót, meg az összes embert. De nem látott egyebet, mint tűhegyes sziklacsúcsokat. Jó napot, mondta találomra. Jó napot, jó napot, jó napot, válaszolta a visszhang. Ki vagy? Kérdezte a kis herceg. Ki vagy, ki vagy, ki vagy? Felelte a visszhang. Légy a barátom, olyan egyedül vagyok, mondta. Egyedül vagyok, egyedül vagyok, egyedül vagyok, felelte a visszhang. Jaj, milyen furcsa bolygó, gondolta a kis herceg. Milyen száraz, milyen hegyes, milyen sós. És az embereknek nincs semmi képzelő tehetségük. Folyton csak azt szajkózzák, amit mondanak nekik. Nekem otthon volt egy virágom. Mindig ő kezdte a beszélgetést. Egy szép napon aztán, miután sokáig vándorolt homokon, sziklákon, tavon keresztül a kis herceg, végre rábukkant egy útra. És az utak mind az emberekhez vezetnek. Jó napot, mondta, virágzó rózsakert előtt állt. Jó napot, mondták a rózsák. A kis herceg csak nézte őket. Mind olyanok voltak, mint a virágja. Kik vagytok? Kérdezte meghökkenten. Rózsák vagyunk, felelték a rózsák. Ó, mondta a kis herceg. És nagyon boldogtalannak érezte magát. Neki a virágja azt mesélte, hogy sehol a világon nincsen párja, és most ott volt előtte 5000 szakasztott ugyanolyan egyetlen kertben. Hogy bosszankodnék, ha látná, gondolta. Iszonyatosan köhécselne, és úgy tenne, mint aki a halálán van, csak hogy nevetségessé ne váljék. Nekem pedig úgy kellene tennem, mintha ápolnám, különben még valóban meghalna, csak hogy megszégyenítsen.
És azután még ezt gondolta. Azt hittem, gazdag vagyok, van egy párja, nincs virágom és lám. Nincs, csak egy közönséges rózsám. Ezzel meg a három térdig érő vulkánommal, melyek közül az egyik talán egyszer s mindenkorra kialudt. Igazán nem vagyok valami híres nagy herceg. Lefeküdt a fűbe, és sírni kezdett. Akkor jelent meg a róka. Jó napot, mondta a róka. Jó napot, felelte udvariasan a kisherceg, megfordult, de nem látott senkit. Itt vagyok az almafa alatt, mondta a hang. Ki vagy, kérdezte a kisherceg. Csinosnak, csinos vagy. Én vagyok a róka, mondta a róka. Gyere, játsszál velem, javasolta a kisherceg. Olyan szomorú vagyok. Nem játszhatom veled, mondta a róka. Nem vagyok megszelidítve. Ó, bocsánat, mondta a kisherceg némi tűnődés után, azonban hozzátette. Mit jelent az, hogy megszelidíteni? Te nem vagy idevalósi, mondta a róka. Mit keresel? Az embereket keresem, mondta a kisherceg. Mit jelent az, hogy megszelidíteni? Az embereknek, mondta a róka, puskájuk van és vadásznak. Mondhatom, nagyon kellemetlen. Azon fölül tyúkok is tenyésztenek. Ez minden érdekességük. Tyúkokat keresel? Nem, mondta a kisherceg. Barátokat keresek. Mit jelent az, hogy megszelidíteni? Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek, mondta a róka. Azt jelenti, kapcsolatokat teremteni. Kapcsolatokat teremteni. Úgy bizony, mondta a róka. Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz meg százezer. És szükségem sincs rád, ahogyan neked sincs én rám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi száz meg százezer. De ha megszelidítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon, és én is egyetlen leszek a te számodra. Kezdem érteni, mondta a kisherceg. Van egy virág. Az, azt hiszem, megszelidítette engem. Lehet, mondta a róka. Annyi minden megesik a földön. Ó, ez nem a földön volt, mondta a kisherceg. A róka egyszeribe csupa kíváncsiság lett. Egy másik bolygón? Igen. Vannak azon a bolygón vadászok? Nincsenek. Lám, ez érdekes. Hát tyúkok? Nincsenek. Semmi sem tökéletes, sóhajtotta a róka, de aztán visszatért a gondolatára. Nekem bizony egyhangú az életem. Én tyúkokra vadászom, az emberek meg én rám vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a másik, és egyik ember is olyan, mint a másik, így aztán meglehetősen unatkozom. De ha megszelidítesz, megfényesednék tőle az életem. Lépések neszét hallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés arra késztet, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukból, aztán nézd csak, látod ott azt a búza táblát? Én nem eszem kenyeret, nincs búzára semmi szükségem. Nekem egy búza tábláról nem jut eszembe semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszelidítesz, milyen nagyszerű lenne. Akkor az aranyos búzáról rád gondolnék. És hogy szeretném a búzában a szél susogását. A róka elhallgatott, és sokáig nézte a kis herceget. Légy szíves, szelidíts meg,
mondta. Kész örömest, mondta a kisherceg, de nem nagyon érek rá, barátokat kell találnom, és annyi mindent meg kell ismernem. Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelidít, mondta Róka. Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embernek nincsenek is barátaik. Azt akarod, hogy barátod legyen, szelidíts meg engem. Jó, jó, de hogyan? Kérdezte a kis herceg. Sok, sok türelem kell hozzá, felelte a Róka. Először leülsz szép, tisztes távolba tőlem, úgy ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz semmit. A beszéd csak félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz. Másnap visszajött a kis herceg. Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz, mondta a Róka. Ha például délután 4-kor érkezel majd, én már 3-kor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. 4-kor már tele leszek izgalommal és aggodalommal. Fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság, de ha csak úgy akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet. Szükség van bizonyos szertartásokra is. Mi az, hogy szertartás? Kérdezte a kis herceg. Az is olyas valami, amit alaposan elfelejtettek, mondta a Róka. Attól lesz az egyik nap más, mint a másik, az egyik óra különböző a másiktól. Az én vadászaimnak is megvan például a maguk szertartása. Eszerint minden csütörtökön elmennek táncolni a falubeli lányokkal. Ezért aztán csütörtök csodálatos nap. Olyankor egészen a szőlőig elsétálok. Ha a vadászok csak úgy akármikor táncolnának, minden nap egyforma lenne, és nekem egyáltalán nem lenne vakációm. Így aztán a kisherceg megszelidítette a Rókát, és amikor közeledett a búcsú órája, ó, mondta a Róka, sírnom kell majd. Te vagy a hibás, mondta a kisherceg. Én igazán nem akartam neked semmi rosszat. Te erősködtél, hogy szelidítselek meg. Igaz, igaz, mondta a Róka. Mégis sírni fogsz, mondta a kis herceg. Igaz, igaz, mondta a Róka. Akkor semmit sem nyertél az egésszel. De nyertem, mondta a Róka. A búza színe miatt, majd hozzáfűzte. Nézd meg újra a rózsákat. Meg fogod érteni, hogy a tiéd az egyetlen a világon. Aztán gyere vissza elbúcsúzni, és akkor majd ajándékul elárulok neked egy titkot. Kisherceg elment, hogy újra megnézze a rózsákat. Egyáltalán nem vagytok hasonlók a rózsámhoz, mondta nekik. Ti még nem vagytok semmi. Nem szelidített meg benneteket senki, és ti sem szelidítettetek meg senkit. Olyanok vagytok, mint a rókám volt. Ugyanolyan közönséges róka volt, mint a többi száz meg százezer. De én a barátommá tettem, és most már
egyetlen az egész világon. A rózsák csak feszengtek, ő pedig folytatta. Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni, értetek. Persze, egy akármilyen járókelő az én rózsámra is azt mondhatná, hogy ugyanolyan, mint ti, holott az az igazság, hogy ő egymaga többet ér, mint ti valamennyien, mert ő az, akit öntözgettem. Mert ő az, akire búrát tettem, mert ő az, akit szélfogó mögött óvtam, mert róla öldöstem le a hernyókat, kivéve azt a kettőt-hármat a lepkék miatt. Mert őt hallottam panaszkodni, meg dicsekedni, sőt, néha hallgatni is. Mert ő az én rózsám. Azzal visszament a rókához. Isten veled, mondta. Isten veled, mondta a róka. Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű. Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, az teszi olyan fontossá a rózsádat. Az idő, amit a rózsámra vesztegettem. Ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Az emberek elfelejtették ezt az igazságot, mondta a róka. Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelidítettél. Felelős vagy a rózsádért. Felelős vagyok a rózsámért, ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse. Jó napot, mondta a kis herceg. Jó napot, mondta a váltóőr. Mit csinálsz te itt? Kérdezte a kis herceg. Rostálom az utasokat ezresével, mondta a váltóőr. Hol jobbra küldöm a vonatokat, amik viszik őket, hol meg balra. És egy kivilágított gyors vonat rászkodtatta meg mennydörgő robbajjal a váltóházat. De sürgős nekik, mondta a kis herceg. Mit keresnek? Azt maga a mozdonyvezető se tudja, mondta a váltóőr. Ellenkező irányból eldübörgött egy másik kivilágított gyors vonat. Már is visszajöttek? Kérdezte a kis herceg. Ezek nem ugyanazok, mondta a váltóőr. Ez egy ellenvonat. Nem érezték jól magukat ott, ahol voltak. Az ember soha se érzi jól magát ott, ahol éppen van, mondta a váltóőr. Feldübörgött egy harmadik kivilágított gyors vonat. Ezek az első vonatnak az utasait üldözik? Kérdezte a kis herceg. Egyáltalán nem üldöznek semmit, mondta a váltóőr. Alusznak oda bent, vagy ásítoznak, csak a gyerekek nyomják az orrukat az ablaküveghez. Mert csak a gyerekek tudják, hogy mit keresnek, mondta a kis herceg. Időt vesztegetnek egy ronybabára, amitől egyszerre nagyon fontos lesz az a ronybaba, és ha elveszik tőlük, sírnak. Könnyű nekik, mondta a váltóőr. Jó napot, mondta a kis herceg. Jó napot,
én még senkinek sem meséltem el ezt a történetet. Ez a kereskedő szomjúságoltó labdacsokat árult, hogy élve látnak, aki hetente egyet bevesz, voltam, de azt többé nem is kíván inni. Azért, mert fáradt vagyok. Hát, ezt meg minek árulod? Most már egy kicsit megvigasztalódtam, azaz... Rengeteg időt lehet megtakarítani vele. De tudom, hogy visszatért a bolygójára, a tudósok amikor fölkelt a nap, nem találtam ott a testét. 53 percet. Annyira mégsem volt nehéz. És mit csinál az ember azzal az 53 perccel? És szeretem a csillagokat hallgatni éjszakánként, mintha 500 millió csengettyű volna. De lám csak, van itt egy rendkívüli kérdés. A szájkosárról, amit a kis hercegnek rajzoltam, lefelejtettem a bőrszíjat. Sose tudhatja fölcsatolni a bárányára. És én azt kérdezem magamban, mi történt a bolygón? Lehet, hogy a bárány megette a virágot. Egyszer azt gondolom, nem, semmiképpen sem. A kis herceg mindig üvegbúr alá teszi éjszakára a virágját, és éberen vigyáz a bárányára. Ilyenkor boldog vagyok, és a csillagok mind kedvesen nevetnek. Másszor meg ezt gondolom. Az ember olykor-olykor figyelmetlen, és már is kész a baj. Egy este elfelejti föltenni az üvegbúrát, vagy éjszaka, nesztelenül kiszökik a bárány, és ilyenkor a csöngetjük mind csupa könnyé változnak. Nagy rejtelem ez. Mert ti is szeretitek a kis herceget, nektek sem mindegy, mint ahogy nem mindegy nekem sem, hogy valahol a mindenségben ki tudja hol, ki tudja merre egy bárány, akit nem is ismerünk, lelegelte egy rózsát, vagy sem. Nézzetek fel az égre, és tegyétek fel a kérdést. Megette, vagy nem ette meg a virágot a bárány? És aszerint, igen vagy nem, meglátjátok, egyszerre megváltozik minden. És soha egyetlen fölnőtt se fogja megérteni, hogy ez milyen rettentően fontos. Számomra ez itt a világ legszebb és legszomorúbb tája. Ugyanaz a táj, mint az előző lapon, de még egyszer lerajzoltam, hogy meg tudjam mutatni. Itt jelent meg a földön, s aztán itt tűnt el róla a kis herceg. Tanulmányozzátok, figyelmesen, hogy biztosan ráismerjetek, ha egyszer Afrikában utaztok a sivatagban, s ha netán arra visz az utatok, kérve kérlek, ne siessetek, időzzetek el egy kicsit ott, pontosan a csillag alatt. Akkor egy gyerek lép hozzátok, és nevet, és aranyhaja van, és nem felel, ha kérdezik, nyilván kitaláljátok, ki az. És akkor aztán legyetek kedvesek, és ne hagyjátok, hogy tovább szomorkodjam. Írjátok meg nekem, hogy visszajött. Vége. A defektemet követő 8. napon voltunk, és úgy hallgattam a kereskedő históriáját, hogy közben vízkészletem utolsó csöpjeit kortyoltam. Kétségkívül szépek az emlékeid, mondtam a kis hercegnek, én azonban még mindig nem javítottam meg a gépemet, viszont innivalóm sincs több, úgyhogy magam is nagyon örülnék neki, ha szépen elindulhatnék egy forrás felé. Barátom a róka azt mondta, édes kis öregem, hagyd már azt a rókát. Miért? Mert rövidesen szomjan halunk. Nem értette meg az okoskodásomat, azt mondta.
Jó az embernek, ha volt egy barátja, még ha rövidesen meg is kell halnia. Én a magam részéről nagyon örülök neki, hogy volt egy róka barátom. Képtelen fölfogni a veszélyt, gondoltam. Nem volt soha se éhes, se szomjas, beéri egy kis napfénnyel. Ő azonban rám nézett, úgy felelt a gondolatomra. Én is szomjas vagyok. Keressünk egy kutat. Csüggetten legyintettem. Képtelen vállalkozás vaktában kutat keresni a határtalan sivatagban, de azért mégis elindultunk. Némán vándoroltunk órákon át, aztán leszállt az éjszaka, és sorra fölragyogtak a csillagok, mintha álomban láttam volna őket. Egy kicsit lázas voltam a szomjúságtól. Emlékezetemben ott táncoltak a kis herceg szavai. Azt mondtad, te is szomjas vagy, kérdeztem, de ő nem felelt kérdésemre, egyszerűen csak ennyit mondott. Néha a szívnek is jó a víz. Nem értettem a válaszát, de nem szóltam többet, tudtam, hogy őt sohasem szabad faggatni. Elfáradt leült, én melléje ültem, akkor némi csönd után azt mondta. A csillagok szépek, attól, hogy van rajtuk egy láthatatlan virág. Olyasmit feleltem, hogy persze-persze, aztán szótlanul bámultam a holdfényben a homok redőit. A sivatag is szép, tette hozzá. Igaza volt, mindig szerettem a sivatagot. Az ember leül egy homokdombra, nem lát semmit, nem hall semmit. Valami mégis csöndesen sugárzik. Azt teszi szépé a sivatagot, mondta a kis herceg, hogy valahol egy kutat rejt. Meglepődtem, mert egyszerre megértettem a homoknak ezt a titokzatos sugárzását. Gyerekkoromban egy régi házban laktam, a legenda szerint valahol kincs volt elásva benne. Igaz, soha senki nem jött a nyomára, meg lehet nem is kereste soha senki. Mégis elvarázsolta az egész házat. Titkot rejtett valahol a szíve mélyén. Igen, mondtam a kis hercegnek. Akár egy házról van szó, akár a csillagokról, akár a sivatagról. Ami szépé teszi őket, az láthatatlan. Örülök neki, hogy egy véleményem vagy a rókámmal, mondta a kis herceg. És mert elaludt, karomba vettem, és úgy folytattam utamat. Meghatottságot éreztem, mintha törékeny kincset vittem volna, sőt, mintha törékenyebb dolog egyáltalán nem is lett volna a földön. Néztem a holdvilágban ezt a sápadt homlokot, ezt a csukott szempárt, ezeket a szélben megmegrezdülő aranyfürtöket, és azt gondoltam magamban, amit látok, az csak a kéreg, ami a legfontosabb. Az láthatatlan. És mivel nyitott ajkai körül valami mosolyféle derengett, még ezt is gondoltam. Ebben az alvó kis hercegben a legjobban a virágjához való hűsége hat meg. Egy rózsa képe, mely akkor is úgy ragyog benne, mint egy lámpa lángja, amikor alszik. És ettől még törékenyebbnek tűnt a szememben. A lámpákra nagyon kell vigyázni. Elég egy hirtelen kis szél, hogy kioltsa őket. Mentem, és hajnalban rábukkantam a kútra. Az emberek, mondta a kis herceg, gyors vonatokon zögykölődnek, de már nem tudják, mit keresnek. Erre elkezdenek ágálni, és csak forognak körbe-körbe, aztán még hozzátette. Nem éri meg. A kút, amit találtunk, nem hasonlított a szaharai kutakhoz. A szaharai kutak egyszerűen homokba ásott lyukak. Ez meg olyan volt, mint egy falusi kút. Holott falunak nyoma sem volt, úgyhogy azt hittem, káprázik a szemem. Nem furcsa? Mondta a kis herceg. Minden készen van, csiga, vödör, kötél. Nevetett, megfogta a kötelet, megmozgatta a csigát. A csiga csikorgott,
mint egy öreg szélkakas, ha hosszú szünet után fölébred a szél. Hallod? Mondta a kis herceg. Fölébresztjük a kutat, ő meg énekel. Nem akartam, hogy megerőltesse magát. Hagyd majd én, mondtam, neked ez túl nehéz. Lassan fölvontam a vödröt a káváig. Ráállítottam a kávára jó szilárdan. Fülemben még tartott a csiga éneke, a vödörben még remegett a víz, és benne láttam, ott remegett a nap. Éppen erre a vízre szomjazom, mondta a kis herceg. Adj innom. Egyszerre megértettem, hogy mit keresett. Ajkához emeltem a vödröt, huny szemmel ivott. Olyan volt ez, mint egy ünnep. Ez a víz más volt, több volt puszta italnál. A csillagok alatti vándorlásból született, a csiga énekéből, a karom kifeszített erejéből. Olyan jól esett a szívnek, mint egy ajándék. Mikor gyerek voltam, így aranyozta be a karácsonyi ajándékot a karácsonyfa fénye, az éjféli mise zenéje, meg a mosolyok varázsa. Nálatok, mondta a kis herceg, az emberek egyetlen kertben 5000 rózsát nevelnek. Mégse találják meg, amit keresnek. Nem, nem találják meg, mondtam. Pedig egyetlen rózsában, vagy egy korty vízben megtalálhatnák. Minden bizonnyal, feleltem. Csak hogy a szem vak, tette hozzá a kis herceg, a szívünkkel kell keresni. Én is ittam. Megkönnyebbültem tőle, mikor a nap fölkel, mész színe van a homoknak. Most ennek a mész színnek is örültem. Miért is ért utol aztán a szenvedés? Meg kell tartanod, amit ígértél, mondta szeliden a kis herceg, és már újra ott ült mellettem. Mit ígértem? Tudod, szájkosarat a bárányomnak, hiszen felelős vagyok a virágomért. Előszedtem a zsebemből a rajzaimat, a kis herceg rájuk pillantott, és elnevette magát. Ó, a majom kenyér fáid, mondta, mint a káposzta fejek. Ugyan, pedig olyan büszke voltam a majom kenyér fáimra. A rókád meg a fülei inkább, mint a szarvak volnának, meg aztán túl nagyok is. És megint nevetett. Igazságtalan vagy, barátocskám. Megmondtam, hogy nem tudok egyebet rajzolni, mint nyitott, meg csukott óriás kígyót. Semmi hiba, mondta. A gyerekek megértik. Rajzoltam hát egy szájkosarat, és elszorult a szívem, ahogy átnyújtottam neki. Neked valami titkos terved van. Nem felelt, azt mondta. Tudod, holnap lesz egy éve, hogy a földre estem. Majd némi szünet után egészen közel ide. Elpirult. És engem magam sem tudom, miért elfogott valami sötét szomorúság. Egyszerre fölötlött bennem egy kérdés. Akkor hát egy hete reggel, amikor megismertelek, nem csak úgy véletlenül kószáltál itt, egy szál egyedül, 1000 mérföldre minden lakott helytől. Oda akartál visszamenni, ahová leestél. A kis herceg újra elpirult. Én pedig habozva hozzátettem. Csak nem az évforduló miatt. A kis herceg még jobban elpirult, felelni nem felelt a kérdéseimre, de ha valaki elpirul, az ugye azt jelenti, hogy igen. Ó, mondtam neki, attól félek, azt felelte. Neked most dolgoznod kell, vissza kell menned a gépedhez, itt várlak majd, gyere vissza holnap este.
Én azonban nyugtalan maradtam, eszembe jutott a róka. Aki hagyja, hogy megszelidítsék, az a sírás kockázatát is vállalja vele. A kút mellett romladozó kőfal húzódott. Mikor másnap este munkám után visszajöttem, már messziről észrevettem a kis herceget, lábát lógatva fönt ült a fal tetején, és hallottam, hogy beszél valakivel. Hát, nem emlékszel rá? Mondta, nem egészen itt volt. Erre egy másik hang felelhetett neki valamit, mert ő megint erősködni kezdett. Igen, igen, a napja ma van, de a helye nem egészen ez. Mentem tovább a fal felé. Kívül még mindig nem láttam, nem hallottam, senkit, ő azonban tovább vitatkozott. Úgy bizony, nézd csak meg, hol kezdődik a nyomom a homokban, és csak várj rám, ma éjszaka ott leszek. Már csak 20 méternyire voltam a faltól, de még most sem láttam semmit. Kisherceg egy pillanatig hallgatott, aztán azt kérdezte. Jó mérged van? Biztos vagy benne, hogy nem fogok sokáig szenvedni? Megtorpantam, elszorult a szívem, de még mindig nem értettem a dolgot. Most pedig menj el, mondta a kis herceg. Le akarok jönni innét. Erre magam is a fal tövébe néztem hirtelen hőköléssel, mert egy kígyó ágaskodott ott a kis herceg felé, egyike azoknak a sárga kígyóknak, amelyek 30 másodperc alatt végeznek az emberrel. Kezemet a zsebembe mélyeztettem, hogy előráncsam a revolveremet, és futni kezdtem feléjük. Lépteim zajára azonban a kígyó puhán visszaernyett a homokba, olyasformán, mint egy szökőkút elhaló sugara, és sietség nélkül fémes kis nesszel eltűnt a kövek közt. Épp jókor értem a falhoz, hogy a butácska hercegecskét fölfogjam a karomban. Sápadt volt, mint a hó. Hát ez még mi volt? Most már kígyókkal társalkodol? Kibontottam aranyszínű sálját, amit örökké a nyaka köré tekerve hordott. Megnedvesítettem a halántékát, és itattam vele pár kortyot. De kérdezni már nem mertem tőle semmit. Komolyan nézett rám, karját a nyakamba fonta, éreztem a szívét. Úgy vert, mint egy meglőtt madáré. Örülök neki, hogy sikerült megjavítanod a gépedet. Most aztán hazatérhetsz. Honnan tudod? Épp azt akartam elújságolni neki, hogy minden várakozás ellenére mégiscsak zöldágra vergődtem a munkámmal. Nem felelt a kérdésemre, aztán azt mondta. Én is hazamegyek ma. És szomorkásan hozzátette. De az sokkal messzebb van, és sokkal nehezebb. Éreztem, hogy valami rendkívüli dolog történik. Úgy szorítottam a karomba, mint egy gyereket. Közben mégis olyan volt, mintha függőlegesen elfolynék valami szakadékba, és én mit se tehetek, hogy visszatartsam. Tekintete komoly volt, és valahol a messzeségben járt. Min van? A bárányod, meg a bárány ládája, meg a szájkosár. Szomorúan elmosolyodott. Vártam hosszan, sokáig, éreztem, hogy lassacskán átmelegszik. Kedves kis barátom, te féltél? Igen, félt, de még mennyire félt, hanem azért szeliden fölnevetett. Este sokkal jobban fogok félni. Megint belém hasított a jóvá tehetetlenség, fagyasztó érzése, és tűrhetetlennek éreztem már a puszta gondolatát is, hogy nem hallom többet a nevetését, hiszen olyan volt a számomra, mint a forrás a sivatagban. Kis barátom, hallani akarom még a nevetésedet, de ő azt mondta. Ma éjszaka éppen egy éve. Ma éjjel a csillagom pontosan a fölött a hely fölött lesz, ahol egy esztendeje földre hullottam.
kedves kis barátom, ugye ez az egész csak rossz álom, ez a kígyó história, ez a találkozó, ez a csillagmese. Erre a kérdésre azonban nem válaszolt, azt mondta, ami fontos, azt nem lehet látni. Persze, a virágokkal is így van. Ha szeretsz egy virágot, valahol egy csillagon, jól esik éjszaka fölnézned az égre. Minden csillagon van egy virág. Persze. Éjszaka, majd fölnézel a csillagokra. Az enyém sokkal kisebb sem, hogy megmutathatnám, hol van, de jobb is így. Számodra az én csillagom egy lesz valamerre a többi csillag közt. Így aztán minden csillagot szívesen nézel majd. Mind a barátod lesz. Azon felül egy ajándékot is adok neked, megint nevetett. Ó, kedves kis barátom, hogy szeretem hallani a nevetésedet. Éppen ez lesz az ajándékom. Olyas forma, mint a víz. Mit akarsz ezzel mondani? Az embereknek nem ugyanazt jelentik a csillagaik. Akik úton járnak, azoknak vezetőül szolgálnak a csillagok, másoknak nem egyebek, csöpnyi kis fényeknél, ismét mások, a tudósok számára problémák. Az üzletemberem szemében aranyból voltak, a csillagok viszont mind-mind hallgatnak. De neked olyan csillagaid lesznek, amilyenek senki másnak. Hogy-hogy? Mert én ott lakom majd valamelyiken, és ott nevetek majd valamelyiken. Ha éjszakánként fölnézel az égre, olyan lesz számodra, mintha minden csillag nevetne. Neked. Egyedül neked olyan csillagaid lesznek, amik nevetni tudnak. És megint nevetett. S ha majd megvigasztalódtál, mert végül is mindig megvigasztalódik az ember. Örülni fogsz neki, hogy megismerkedtél velem. Mindig is a barátom leszel. És szívesen fogsz együtt nevetni velem, és néha kinyitod majd az ablakodat, csak úgy kedvtelésből. És a barátaid nagyot néznek majd, ha látják, hogy nevetsz, amikor fölnézel az égre. Te meg majd azt mondod nekik, igen, engem a csillagok mindig megnevettetnek. Erre azt hiszik majd, hogy meghibbantál. Szép kis tréfa lesz. És nevetett újra. Mintha csillagok helyett egy csomó kacagni tudó csengettyűt kaptál volna tőlem. És újból nevetett, de aztán elkomolyodott. Ma éjszaka, tudod, ne gyere el, ne majdlak magadra. Olyan leszek majd, mintha valami bajom volna. Egy kicsit olyan, mintha meghalnék, úgy bizony, ne gyere el. Semmi szükség rá, hogy végignézd. Nem éri meg. Nem hagylak magadra. Ő szemlátomát konterelt volt. Azért mondom, a kígyó miatt. Nehogy esetleg téged is megmarjon. A kígyók komiszak. Puszta kedvtelésből is marnak. Nem hagylak magadra. De valami megnyugtatta. Igaz, második marásra már nem marad mérgük. Azon az éjszakán észre se vettem, mikor kelt útra. Nesztelenül megszökött. Mikor végre utolértem, elszántan gyors léptekkel menetelt, csak ennyit mondott. Ó, hát itt vagy. És kézen fogott. De még mindig bántotta valami. Nem jól tetted. Fájni fog neked. Olyan lesz, mintha meghaltam volna, pedig nem is igaz, és csak hallgattam. Ugye, érted, nagyon messze van. Nem vihetem magammal ezt a testet.
túl nehéz. Hallgattam. Olyan lesz, mint egy levetett régi kéreg. Miért volna szomorú egy levetett kéreg? Hallgattam. Egy kicsit elbátortalanodott, de aztán újra összeszedte magát. Tudod, milyen jó lesz. Én is nézem majd a csillagokat. Minden egyes csillag kút lesz rozsdás csigával. És mind innom ad majd. Hallgattam. Olyan mulatságos lesz. Neked 500 millió csengettyűd lesz. Nekem 500 millió forrásom. És most már ő is elhallgatott, mert sírt. Helyben vagyunk. Most hadd menjek pár lépést egyedül. De leült, mert félt. Aztán azt mondta, tudod, a virágom, felelős vagyok érte, hiszen olyan gyönge és olyan gyanútlan. Egyebe sincs, mint négy semmi kis tövise, hogy a világtól védekezzék. Leültem én is, mert nem bírtam tovább állva maradni. Hát, igen, mondta. Ennyi az egész. Egy kicsit még tétovázott, aztán fölállt. Lépett egyet. Én moccanni sem bírtam. Csak ennyi volt. Egy sárga villanás a bokájánál. Egy pillanatig mozdulatlanul állt. Nem kiáltott. Szeliden dőlt el, ahogyan a fák. Még csak zajt sem keltett a homok miatt. És ennek bizony immár 6 éve. És én még soha senkinek sem meséltem el ezt a történetet. Bajtársaim, mikor viszont láttak, örültek, hogy élve látnak. Én szomorú voltam, de azt mondtam, azért, mert fáradt vagyok. Most már egy kicsit megvigasztalódtam, azaz még nem egészen. De tudom, hogy visszatért a bolygójára, mert mikor fölkelt a nap, nem találtam ott a testét. Annyira mégsem volt nehéz. És szeretem a csillagokat hallgatni éjszakánként, mintha 500 millió csengettyű volna. De lám csak, van itt egy rendkívüli kérdés. A szájkosárról, amit a kis hercegnek rajzoltam, lefelejtettem a bőrszíjat. Sose tudhatja fölcsatolni a bárányára. És én azt kérdezem magamban, mi történt a bolygón? Lehet, hogy a bárány megette a virágot. Egyszer azt gondolom, nem, semmiképpen sem. A kisherceg mindig üvegbúr alá teszi éjszakára a virágját, és éberen vigyáz a bárányára. Ilyenkor boldog vagyok, és a csillagok mind kedvesen nevetnek. Másszor meg ezt gondolom. Az ember olykor-olykor figyelmetlen, és már is kész a baj. Egy este elfelejti föltenni az üvegbúrát, vagy éjszaka, nesztelenül kiszökik a bárány, és ilyenkor a csöngetjük mind csupa könnyé változnak. Nagy rejtelem ez. Mert ti is szeretitek a kis herceget, nektek sem mindegy, mint ahogy nem mindegy nekem sem, hogy valahol a mindenségben ki tudja hol, ki tudja merre egy bárány, akit nem is ismerünk, lelegelte egy rózsát, vagy sem. Nézzetek fel az égre, és tegyétek fel a kérdést. Megette, vagy nem ette meg a virágot a bárány? És aszerint, igen vagy nem, meglátjátok, egyszerre megváltozik minden.
És soha egyetlen fölnőtt se fogja megérteni, hogy ez milyen rettentően fontos. Számomra ez itt a világ legszebb és legszomorúbb tája. Ugyanaz a táj, mint az előző lapon, de még egyszer lerajzoltam, hogy meg tudjam mutatni. Itt jelent meg a földön, s aztán itt tűnt el róla a kis herceg. Tanulmányozzátok, figyelmesen, hogy biztosan ráismerjetek, ha egyszer Afrikában utaztok a sivatagban, s ha netán arra visz az utatok, kérve kérlek, ne siessetek, időzzetek el egy kicsit ott, pontosan a csillag alatt. Ha akkor egy gyerek lép hozzátok, és nevet, és aranyhaja van, és nem felel, ha kérdezik, nyilván kitaláljátok, ki az. És akkor aztán legyetek kedvesek, és ne hagyjátok, hogy tovább szomorkodjam. Írjátok meg nekem, hogy visszajött. Vége.